Látva az utolsó karanténvlogot, az embernek az az érzése, hogy lassan neked is szanaxra van szükséged, mint a hatházinak. <laughs> Igen, bár nem szeretnék nagyon hasonlítani a hatházira, viszont ilyen hullámokban én is azt érzem, hogy valami nyugtató kéne, mert amikor elkezdem ezeket a, ezeket a förtelmeket úgy, úgy rendszerezni magamban, megnézegetem, hogy kiből mit vegyek bele a vlogba, meg én is elszoktam rémülni attól, hogy ezek mire képesek, mennyi hülyeséget képesek összebeszélni, és mindezt olyan komoly fejjel, mint hogyha valami spanyol viaszt találtak volna föl. Szabó Gergő, a Pesti Srácok újságírója, a mai Bezzeg vendége, én Lentulai Krisztián vagyok, és még a Pesti TV időszakából ismerjük egymást, volt, hogy összeértek műsoraink, és találkoztunk, és bele is néztem. Ott nyilván az ember, főleg választások előtt egy olyan állapotba kerül, ami egy ilyen felhergelődött állapot. Választások után is még ennyire be vagy pöccenve, ezt ez az új országunkat lejárató jelentés okozta? Mert azt vettem észre, hogy a Katalin beszéd, amiben te teljesen igazad van, tehát az, az egy pszichiáterért kiált. Meg a Dobrev nyilatkozat, az úgy bepöccentett téged, Gergő, hogy, hogy azt kell gondoljam, hogy, hogy ezt te tényleg nagyon a szíveden viseled ezt az egészet, és, és talán a nézőidnek meg akartad mutatni, gondolom én, hogy, hogy nézzük meg ezeknek az embereknek a, az igazi velejéig gonosz oldalát. Igen, és ezt valahogy tényleg úgy vagyok vele, hogy hosszú évek alatt az emberben azért rengeteget találkozom politikusokkal, ellenzékiekkel, és úgy van, hogy az ember fölteszi azért a, a kemény kérdéseket, de úgy igazán az a dű, az nincsen benned, mert megszoktad beszélni, megpróbálod megoldani, hogy, hogy azért kiszedjél belőlük valamit, de amikor azt látom, hogy mondjuk tényleg ekkora problémák vannak, úgy világszerte az energiaválság háború, és ezek az emberek mosolyogva képesek úgy belehazudni a saját nemzetük arcába, meg a saját választóik arcába, az még mindig annyira fel tud dühíteni, hogy amikor, amikor ezt úgy megpróbálom interpretálni, akkor érzem magamban, hogy, hogy ez annyira méltatlan, de azokhoz az emberekhez is méltatlan, akik, akik elvileg őket választották, akiket átvernek, hogy, hogy valahogy ráncsuk már ezt a leplet ezekről a mosolygó, elfogadó emberekről, akik egyáltalán nem azok, akiknek mutatják magukat. Szerinted, Gergő, azoknál a társadalmi csoportoknál, akik mondjuk nem annyira szeretik a Fideszt, de mondjuk úgy érdeklődnek a politika iránt, és mondjuk józan eszük van, de csak a fidesz úgy, nem tudom, bármi, bármi, okok miatt régről, vagy, vagy Orbán Viktor személye miatt problémájuk van. Azok, ha egy ilyen mérvű dolgot látnak, ezek ugyanazok az emberek, akik mégis leszavaztak a Fidesz mellett azért, mert látják, hogy a mostani ellenzékben ilyen típusú figurák vannak, és szeretik még mondjuk annyira a saját hazájukat, hogy hát akkor a Fidesznél minden rosszabb alapon leszavaznak a Fideszre, pont ilyen csekatalinok miatt? Ez egy, ez egy nagyon jó felvetés, és biztos, hogy, hogy, sokan vannak ilyenek, és nem is kell azt mondani, hogy mindenki legyen fideszes, de amikor ezt nekik kéne látniuk a baloldalnak, hogy amikor annyira felszámolták saját magukat, hitelesség szempontjából is, hogy alig maradt valaki, amikor lebőgnek negyedszerre, kétharmaddal, de úgy, hogy tényleg repülnek a forgácsok, akkor kéne végig gondolni, hogy kiket vesztettünk el. Azokat az embereket, akik alapvetően nem feltétlenül konzervatívak, jobboldaliak. De bennünk annyira nem bíznak, hogy inkább a Fideszre szavaznak. Szóval kíváncsi vagyok én is, hogy mekkora ez a réteg. De az biztos, hogy egyre kevesebben vannak azok az elvakultak, akik csak azért is mindenért Orbán Viktor a hibás, amit Dobrev, Csekatka, vagy az összes nem tudom milyen emberke mondogat, az, azt, azt végigvisszük, hogyha a saját bőrükön tapasztalják, hogy probléma van, az sem számít. Ezek a régi, nagyon régi begyepesedett komcsik, vagy, vagy, vagy azok az emberek, akik tényleg megtévesztettek. Én sajnálom egyébként azokat, akik, akik nem rossz akaratúak, de mégis így mennek tovább. És nem mondhatom azt, hogy megérdemlik a sorsukat, mert itt mindannyian együtt élünk ebben az országban, meg a Kárpát-medencében. De annyira jó lenne, hogyha lenne egy olyan ha nemzeti minimumot képviselő baloldal, akivel lehet vitatkozni, lehet máshogy gondolkodni, de nem kell karanténlogot csinálni. Most magam ellen beszélek. Érdekes, használtad a komcsiki kifejezést. Volt egy tíz év a magyar közéletben amikor már én is úgy éreztem, hogy már a mi táborunk se nagyon használja ezt a szót inkább, mert hogy kezdett kiüresedni. Nem tudom én, már egy húsz év eltelt a rendszerváltozás óta, ö, még ment a komcsizás, és már én is úgy voltam vele, hogy, hogy ez már egy másik generáció, inkább találjunk ki egy másik szót, de azt érzem az elmúlt pár évben, hogy megint tartalommal lett megtöltve ez a szó, és most megütötte a fülem, hogy ugye használod, és azt éreztem magamon, hogy most nem érzem, hogy mondjam, indokolatlannak ennek a használatát, mert nemzetközi szinten elindult valami. És ezt most az Egyesült Államokra igaz valamilyen furcsa oknál fogva, és szűrődik be Nyugat-Európába, és ez megint csak azt kell mondanom, hogy a kommunizmusnak egy, egy új variánsa. Mint ahogy a Covidnak is vannak, úgy látszik ennek is lettek. <laughs> ugyanezt gondolom, és bennem is végigfutott ez, hogy jó, komcsi, komcsi, és akkor már, ahogy mondod, kiüresedett Igen. egy kicsit. És az amerikai példa is nagyon jó, mert ha megnézzük ezeket a Okézió Cortez, meg a, meg a többi szélsővalós, a Bernie Sanders, akik megint exportálni akarják a világba azt, ami százmilliós nagyságrendben, százmillió millió eredményezett a kommunizmus, mindig gyönyörű ígéretek vannak, és azt hiszik, hogy ha eltelik 20-30-40 év, akkor ezt az egészet újra lehet tölteni, hogy mindenki egyenlő, itt természetesen világbéke lesz, és kánoán, ingyen sör, örök élet, és aztán a hátulütői meg, meg látjuk, hogy, hogy mi. És mondjuk, ha Amerikát nézzük, mennyire félelmetes, hogy, hogy a szabadság hazájában a, a demokratikus baloldal, aki elvileg a másik fele a társadalomnak, az tele van olyan, és megint most a komcsi szót kell használni, akik, én nem tudom, hogy mi a valódi terv, de az biztos, hogy valami elképesztő sivárságot hoznak a világra. Egy nagyon kis részében ennek a mai bezzegnek beszéljünk rólad. Érdekes, amikor kérdezték kollégák, hogy ki jön, és mondjuk nem feltétlenül voltak tisztában, mert nem újságírói minőségben dolgoznak nálunk a Pesti tévés munkásságoddal, akkor akkor a neved alapján egy MLS-es Szabó Gergő jut sok embernek az eszébe. Honnan jött neked egyrészt a médiához, vagy az újságíráshoz való ilyen viszonyulásod, hogy, hogy szeretnél tenni ezért az oldalért, és hogyan kerültél a Hutéknek a látókörébe? Hogy is kezdjem? Alapvetően én Szabó Gergely vagyok, de a, a médiában, vagy amikor elkezdtem az újságírást, egy Szabó Gergőként, írtam be magam, és az rajtam is maradt. Nincs semmi bajom a gergely -e, de annyira hivatalos, hogy a Gergőt azt én, én, jobban szeretem. Én pázmányon végeztem töri és kommunikáció szakon, tanítottam is törit a kommunikációban, meg a sajtó szakirány volt, elektronikus, nyomtatott, tehát minden. Nagyon jó tanáraim is voltak. A pázmány tudott, hogy Fidesz keltetőnek szokták néha mondani, nem tudom, most még így van-e, de hogy abban az időben az volt? Ha, ha ezt a terminust használjuk, akkor mondjuk ott az arányok azért nem a bal oldal javára billentek, főleg még a mi generációnkban. Most már azt hiszem máshogy van. De nagyon jó csapat volt, és tényleg én is nagyon sokat kaptam ettől, de nagyon kacskaringos volt a pályám, tehát sok mindent csináltam, de az újságíráshoz visszataláltam 2018-ban, és a régi barátok, haverok, akiket még az egyetemen egy évfolyamban voltunk Ambróziáron, valahogy egyszer láttam a Tuti blogon írásokat, mondom, annyira kikívánkozik már belőlem, hogy, hogy én is írnék valamit, elkezdtem oda írni és akkor onnan egyenes út vezetett a PS-hez. Úgyhogy ott aztán meg is ragadtam, és jött a tévé, mint lehetőség, és az is nagyon sokat segített. De alapvetően én úgy kezdtem, hogy írok. Mondom, a videót azt hagyjuk is meg, aztán elmentem egyszer egy riportot csinálni vidékre, és onnantól valahogy átsúsztam abba, hogy én lettem az, aki járta az ellenzéki tüntetésekre, ellenzéki politikusokhoz, és azt éreztem, hogy ezt én, ezt én nagyon szeretem meg. Jó volt végre megkérdezni, és nem a, a, a fradista béközepes ént előhozni, hogy jú, hanem, hanem nyugodtan higgadtan, hogy szedjük ki belőlük a hülyeségeiket, és ez engem is megváltoztatott egy kicsit, úgyhogy innen indult. Biztosan ismered azt a újságírói szakmán belüli, főleg politikai újságírói szakmán belüli alapigazságot, hogy ellenzéki újságírónak lenni mindig az az izgalmasabb, és egyébként ebben van abszolút racionalitás. Nyilvánvaló, hogy te egyrészt a korodból fakadóan, másrészt pedig az eszmélésedből fakadóan nem lehettél más időszakban új, politikai újságíró, mint egy olyan időszakban, amikor kormány közeli újságíró leszel, vagy lettél. Oké, okay, ellenzéki tüntetéseken érezted a csít, de eszedbe jutott, hogy te, ha olyan idő hozta volna el neked ezt a szakmát, hogy ellenzékben van a jelenlegi kormány akkor akkor az egy milyen időszakot hozott volna el. Vagy gondolkoztál azon, hogy ha egyszer bukna ez a koalíció, akkor alapvetően neked mennyiben lenne más a dolgod, az életed meg a munkád? Igen, ez többször eszembe jutott, úgy eljátszottam a gondolattal. Mert 12 és... év annyira hosszú idő, hogy, hogy egy szakmán belüli generáció nem is tudja, milyen ellenzéki újságírónak lenni. Hát sokan mondják, hogy ilyenkor elkényelmesedik az ember. Én csak azon gondolkodtam, hogy ha fordítva lenne, és mondjuk a baloldal lenne hatalmon, az nyilván újságírói, szakmai szempontból egy óriási kihívás lenne, és az ember belevetné magát, de azért sem szeretném, mert annyira rossz lenne az mindenkinek, hogy, hogy a saját szakmai elkényelmesítésünk ellen szóval azért azt ne. De igen, az nyilván egészen más dolog, amikor az ember tudja, hogy fel kell mindent, mint ahogy most is ellenük az összes ügyüket, mert hiába arról van szó, hogy, hogy ellenzékben van a baloldal, ez szám, megszámolhatatlan a, a PS-nél is. Az az ügy, amit az önkormányzatokban bárhol a, a mutyikat csinálják, tehát ebből a szempontból semmi nem változik. Annyi, hogy, hogy, az országot hála Istennek nem vezetik, de annyi ügyük van, hogy én nem is tudom, ahol sokkal több újságírók én, hogy mindent felgöngyörítsük. Igazad van, mert Budapesten több helyen, sajnos sok helyen a Fidesz van ellenzékben, és az önkormányzati választások pont, hogy a országos szinten lévő ellenzéknek szavaztak bizalmat az emberek, és ilyen szempontból jó kis mintavétel a főváros. Bocsi, pont ezért jutott eszembe, hogy, hogy, azt azért nem felejtem el, amikor 2019. november elején megalakult az új közgyűlés, és akkor éreztem azt, hogy, hogy most igazi ellenzéki újságíró vagyok, mikor ott ült mellettem három méterre úrcsány, és figyelte a karigerit, meg ott ült az a sok régi levitézlet gyurcsányista, akik ott pöffeszkedtek a közgyűrésben, és így láttam azt, ami 2010 előtt volt, amit, amit, sokan tapasztaltunk, borzasztó volt. És akkor mondtam azt magamnak, hogy jó, nekik megyünk, meg harcolunk, de hogy Istenem, ezek irányíthatják a fővárost, ebből nagy baj lesz, és hát mennyi idő telt, közel három év, és látjuk, hogy mit csinálnak. Aztán eljött 2020, és a te életed is nyilván vett egy másik típusú fordulatot. Hagyományos értelemben broadcastos szórással televíziós újságíróvá is váltál. Jellemzően sok ö, Pesti Srácokos újságíró kollégáddal együtt és új kollégákkal kiegészülve. Az, hogy a televíziónak ennyi adatot csak minden olyan kollégától, aki már ebben a székben megfordult, föltettem a kérdést. Mi a te történeted arra vonatkozóan, hogy miért kellett ennek vége lennie? Rengeteg minden... És senkitől nem hallottam ugyanazokat a mondatokat, képzeld. Rengeteg minden kavarok bennem, és euh, én azon gondolkodtam, hogy amennyire mi átláttuk, én azt láttam, hogy szépen ívelt föl a, a csatorna, és egyre többen ismertek meg, és ez nem az a szokásos, hogy amit mondasz, hogy rengeteg levelet kaptam, és akkor vagy igaz, vagy nem, hanem ahogy most is, tegnap, tegnap előtt az utcán jönnek, és, és miért nincs Pesti tévé? És ez fölteszi nekem is a kérdést, hogy vajon miért? Mert, hogyha annyira rosszak lettek volna, mint ahogy mondják, és ahogy állítólag ez nem igaz, a, a, a nézettségi adatok, akkor furcsán, hogy ennyi idő alatt beszántják, vagy beszántották. Tehát, hogy én azért adtam volna ennek időt, ezért nagyon nehéz végig gondolni, hogy vajon mi történt. Mert kialakult azért egy olyan stáb, egy olyan mag, akik valami újat tudtak hozni. Persze lehet itt propagandistázni, meg, meg mondogatni a szokásos mantrát, főleg a kárőrvendő baloldal ezt nagyon-nagyon szereti, de az meg megerősíti az embert, amikor látja, útközben azt a tényleg nagyon sok embert, és most nem csak mázolok, akik azt mondják, hogy igen, hoztatok valami újat. Nagyon jó, hogy van ez, meg ez, de minél szélesebb a paletta, annál jobb. És én emiatt nagyon sajnálom, hogy, hogy mi az igazi ok, Ezért arra csak feltevéseim vannak, de most össze se tudom foglalni, annyi minden jár a fejemben. Mm, szíven ütött nagyon, amikor már lehetett tudni a döntést? Valahogy ezt éreztük, de szíven ütött, igen. Főleg az utolsó adások, az mindenkinél nagyon-nagyon olyan tragikus volt. Nem gondolkodtam, hogy milyen jelzőt mondjak, de tényleg tragikus volt ö, látni a srácokon, a kollégákon, ö, lányokon, hogy hogy milyen volt megcsinálni azt az utolsó adást, és elköszönni, és aztán, ahogy elsötétült a tévé, azt én mibe se kapcsoltuk valaki. Direkt megnézte a végét, én nem, én nem akartam. És valahogy úgy érezte az ember, hogy hogy akkor ér véget, amikor, amikor lehetne még egy kicsit tovább vinni. Online TV formában a Pesti Srácok csapata tovább viszi ezt a szellemiséget. Nyilván a körülmények mások lesznek, talán a műsorok mennyisége is csökken. A te általad vitt műsorok közül mi az, ami marad, és mitől kell elbúcsúznod? mi a Pesti riportert fogtuk még össze. Volt, hogy ugye ott is az ember szerkesztett, beült. Na hát ez ugye nem nagyon lesz. A saját műsorom az megy tovább a karanténvlog, ami nyilván a szókimondó vlognak egy olyan, olyan megbeszélős része, ahol Szalai Szilárddal, Dezse Balázsra is egy vendége mindig leülünk. Ez, ez körülbelül maradni fog, uh -huh. egy nagyon picit változik, illetve hát le is ment már egy adás, talán egy picit rövidebb lesz, nyilván egy tévé egészen más, mint egy online csatorna vagy a YouTube csatornán feltett videók és anyagok, de szeretnénk azt a, azt a magot, azt úgy továbbvinni ami miatt a Pesti TV Pesti TV lett. Nyilván átalakult a társaság is egy kicsit, tehát ezt, ezt újra kellett húzni, meg gondolni, de én azért bízom benne, hogy azok az emberek, akik követtek minket tévén, azok csak be tudják ütni azt a YouTube csatornát. Bár sokan csak a tévén, tehát emiatt egy, egy réteget szerintem nem nagyon fogunk tudni elérni, ezt be kell látni, akik bekapcsolják a tévét, és azt mondják, hogy igen, itt, itt nézem, de szerintem lehet új táblatokat is nyitni, ezt már most látjuk a, a csatornánál. Gergő, átfordulunk kicsit aktuális dolgokra. A... Olyan információkat lehet hallani a jelenlegi ellenzék dékán kívüli pártjaitól, pártjaiból, hogy őket is meglepte az Árnyék kormány projekt a DK részéről. Ez nem jelenthet mást, mint hogy semmilyen egyeztetés nem volt az április harmadika előtti nagy összefogósdiban lévő pártok között. A DK ezt a saját szakállára, saját döntésből húzta meg. Első ránézésre arról van szó, hogy egy jó tesztnek vette Gyurcsány a az összefogást, kiderült számára, hogy bázis szempontjából ők lehetnek a legerősebbek, és miután ez a teszt ezt hozta ki, egy bukott választás után azt találhatták ki, gondolom én, hogy akkor legyünk egyedüli alternatíva a fidesz szemben, ami most szeptemberben ülünk itt egy rádió Gergővel, komikusnak tűnik, hogy kihívó lehet-e ez a brigád, mert azt gondolom nem. Egyedül meg pláne nem. Viszont egyértelműen látható az, hogy itt már régen nem programok fognak összeütközni majd egy következő megbérettetéskor, hanem ez a társaság arra vár, hogy nemzetközi helyzet legyen olyan, ami megdöntheti Orbán Viktort és kormányt, és akkor ők a cilinderből előbújhatnak. Valóban nincs már szükség LMP-re, MSZP-re, együttre, jobbikra, gyurcsányéknak? Szerintem eddig sem volt. És őszintén most csodálkozik bárki ezen, hogy, hogy gyurcsányék ezt meghúzták. Szerintem nem, az egész arra ment ki a folyamatos szalámizásra. És ezek voltak annyira balfékek az összes, hogy beálltak a sorba, és Valahogy egyik se volt olyan ravasz, a rossz indulat talán még megvolt, de a ravasság nem volt annyi, mint, mint a Gyurcsány klánnál. És ők most is húztak egy ilyet, ami egyrészt egyébként vérlázító, mert belegondolva abba, hogy igen, van ilyen, hogy árnyék kormány, főleg a baloldal csinálja, de hát úgy általában választások előtt, vagy amikor úgy pariban vannak a, a a csoport, a pártok egymással, vagy a blokkok. Na de az, hogy mondjuk egy ilyen kétharmados győzelem is egy ilyen baloldali lebőgés után, hónapokkal, a választások után árnyékkormányt alakítanak, ez egyrészt egy akkora fricska mindenkinek, a sajátjaiknak is, hogy, hogy bocsánat, akkor mi az a demokrácia, amiről állandóan papolunk? Az mit jelent? Hát, hogyha pár hónappal egy ilyen és után mi azt mondjuk, hogy hát mi készek vagyunk kormányozni, akkor megint sajnos a kommunista szót kell használnom, mert ők szerették azt csinálni 45 után is, hogy csalásra minden együtt elértek 17%-ot, az azt jelentette, hogy bocsánat, akkor mi szeretnénk kormányozni. És ez valahogy megmarad. Az 1919-es tanácsköztársasághoz szeretnek ők vissza tekinteni a gyógycsányék, és néha elvicceljük már a Ferit, hogy így kocingat, meg stb., de egy nagyon veszélyes ember. És, és annyi kárt tesz ennek az országnak, a saját híveinek is, akik még mindig kitartanak mögötte, hogy csodálkozom, hogy említetted ugye az MSZP-t, LMP-t, Jobbikot, az összeset, hogy, hogy hagyják magukat ennyire felmorzsolni, és mindig azt mondják, hogy tele vannak fideszes ügynökökkel. Nem, szerintem a feri ügynökei vannak ott, vagy, vagy tényleg ennyire hülyék. És akkor meg kíváncsi vagyok, hogy ha teljesen összeomlanak, akkor uh, gyújtsányék hány ember tudnak maguk mögé állítani, mert úgy tűnik, hogy kimaxolták azért azt a réteget aki a folyamatos hazugság és a minden Orbán Viktor hibája történetet ennyire beveszi, meg azt, hogy nyáron a Balatonra csak úgy lehet lemenni, hogy egy hűtőtáskával és vissza is kell menni, ez az átlag magyar. Miközben láttuk, az autópálya tele van, tehát ezeket nem tudom, hogy kinek találják ki. Ha egy évvel ezelőtt beszélgetnénk, akkor nem lenne annyira egyértelmű, hogy van a DK és vannak a többiek, mert akkor még egy relatíve erősebb jobbikkal álltunk mi is szemben. A jobbiknak a bukását te tudod összefoglalni, és az a bizonyos előválasztás, amit egy ilyen hatalmas politikai novumnak mutattak be itt a belpolitikában, az számomra is megdöbbentő volt, hogy Jakabot egy negyedik helyre tudta kihozni, mert, mert Jakab jól futott, tehát ezt ismerjük el. Ma már azt gondolom, hogy az a több százezres követői kör Jakab Facebook oldalán, abba te is, meg én is benne vagyunk, és szerintem rengeteg Fideszes benne van, mert kíváncsiak vagyunk, hogy mi lesz a következő idiótasága, és szerintem ez megszédítette a figurát, de az a negyedik hely akkor is megdöbbentő. Vagy az előválasztáson is elmentek a Fideszesek szavazni már kizajra. Vagy, ahogy a zombi hadsereg Amerikában, ott is érdekes dolgok történhettek ott a szavazólapoknál, mert komolyan kinézem belőlük, de a jobbik, kezdjük a jobbikkal. Valahogy kódolva volt ez. És arra emlékszem, amikor 2014-ben olyan eredményeket értek el még, hogy 20% környékén voltak. Kelet-Magyarországon 30% környékén olyan volt, mintha megszűnne a baloldal, mert az MSP azért 10% környékén volt, a DK is alig szerzett szavazatot. És onnan eljutottak oda, hogy egyrészt oldalt váltottak, mert hogy a jobb oldalon úgy tűnik, hogy akkor az nekik valahogy nem stimmelt a jobbiknak. És azt gondolták, a szavazóik is oldalt váltanak. Igen, azok viszont nem váltottak oldalt, de ezzel visszahozták a baloldalt, és ez már szerintem egy történelmi bűn, feláldozni mindenkit, és azt mondani, hogy a, a primitív demagógia, az, az bármit is jelent, és akkor emlékszünk a Schneiderékre, a többi. De eljutottunk a, a legerősebb pontig, Jakabig, aki úgy formálta ezt a pártot, mint tényleg valamilyen én nem tudom, a 50 évvel ezelőtti módszerekkel, meg a mamuszossal, és eljutottak oda, hogy saját magukat így felszámolták. És ha abba gondolunk bele, hogy ez a, ez a párt minden hibájával együtt egyáltalán nem itt tartott, Persze. akkor, akkor főleg egy történelmi bűn, Mondjuk, akik most mellettük vannak, érdekes látni azokat az embereket, akik keményen zsidóztak, cigányoztak, és most ők az elfogadók, a liberálisok, akik felszólítják a kormányt, ha kell, Brüsszelben is, hogy, hogy vigyázzunk egymásra, meg, meg, meg a kisebbségekre, meg hogy lehet így. De ezek az emberek mire szólítanak föl egy gyöngyösi Márton, aki azt mondja, hogy ké, most kétszázalékon áll a jobbik hogy ők azért néppárt, meg az egyetlen konzervatív erő. Tehát így biztos, hogy tovább fognak, illetve nincs már hova menni a lejtőn. Tehát ez vége. A előválasztás az, az, az én, én, nem tudom, hogy az, az egyáltalán mi volt. És nekem is meglepő volt, hogy Jakab ennyire leszerepelt, főleg vidéken. Most vagy az volt, hogy, hogy amit mondtál, hogy esetleg fideszesek elmentek, de... A buherálásban én... én is jobban kezdek de a, így, de ahogy Igen, a, bu a buherálás nekem valahogy erősebb, vagy az, hogy hogy ők ezt úgy kitalálták, hogy így legyen. Én nem tudom, lehet, hogy veszteni akartak. Fogalmam sincs, de az biztos, hogy megtalálták a legjobb embert hozzá, már Kizai Péter személyében. Jakab pedig, én, ahogy mondod, ott vagyunk a követői között, mert azért látni kell, hogy mit csinál. És most, még mindig ott tart a fiú, hogy ő lesz a miniszterelnök, mert neki jár ez a, ez a szerep. Egy olyan ember, akit a saját szinte megszűnő pártjából is kirúgtak, kiebrudaltak, aki becstelen dolgokat követel. És akkor gondoljunk arra az erőszakolós ügyre, hogy ott is hogy viselkedett. Tehát egyrészt se férfi, se becsületes ember így nem viselkedik egy ilyen helyzetben, másrészt, amit a pártjával csinál. Szóval, euh, miniszterelnök, én, én itt lerakadtam. Ha meg kéne nevezned, és most szigorú leszek egyetlen nevet, amely, és most mondok sok feltételt, szorongatják Magyarországot külföldről. Ne adj Isten a háború olyan következményekkel jár a szomszédságunkban, és az már kihat ránk, amiben, amiben a, a, mi országunk is, ö, hogy mondjam, fizikai védelem alá szorulna amikor már kezelhetetlen lesz a, a rezsi, és kezelhetetlenek lesznek az üzemanyagárak és az infláció. És egy népharag, főleg az ostobábia azt fogja gondolni, hogy ezért Orbán Viktor a felelős, mert ő nem fog újságot olvasni, hogy Belgiumban is, meg Svédországban is Orbán Viktor a felelős a történelmi inflációért. Akkor ki az az egy személy, akitől, hogyha ő mögé beállnak társadalmi csoportok, veszélyes lehet Orbán Viktorra és a Fideszre nézve. Pár évvel ezelőtt bármilyen meglepő, ne röhögjél ki, Gergő, én Karácsony Gergelyt tettem volna ide. Azért, mert élénken él bennem 2002, és egy bizonyos Megyesi Péter. Magas, vékony, rajta jól állnak a ruhák, és olyan helyes, és hogyha Most vitatkoznak vagyok. vele, akkor szegényt úgy legyűrik, keresi a szavakat, és kiváltott egy olyan szimpátiát Orbánnal szemben Megyesi Iránt, 2002-ben Magyarországon, amiben vissza tudtak jönni. És karácsony sem szabadott lebecsülni pár évvel ezelőttig, most már, most már azért komolytalanabb a figura. De ha egy embert kéne megnevezni, akkor ez kicsoda. Dobrev. De, de meg egy, meg nevezni? De kíváncsi mert... lennék a véleményedre. Vagy egy olyan ember, Jó. akit még nem ismerünk. Egy nagyon picit karácsonyra, mert azért sem róla, azért sem nevetséges, mert bennem is voltak ilyen gondolatok, és pont egy hasonló párhuzammal. Csak szerintem azóta, 2002 óta eltelt annyi idő, hogy a magyar társadalom, a magyar emberek is valahogy úgy fejlődtek ebben a. Tehát az ilyen átveréseket már nem komálja senki. Ezek Ezeken túl vagyunk. Mindig van olyan réteg, aki, aki megvezethető, de szerintem ennél, ennél okosabbak az emberek. És ez ki is derült, és karácsony többször lebőgött. De megpróbálkoztak vele. És pont azért látom ezt a nagy ürességet most, mert nincs olyan ember, akit fel tudnának építeni. Ez a figura, ez, ez most már így elveszett meg. Láttuk, hogy Karigeri nem, nem nem tudta hozni azt, amit tőle vártak. És nézd meg, hogy Tarvos oh, ellen működött. Igen, mondjuk az egy. ez egy, félelmetes volt és működött, és az fájó volt látni, fájó volt Budapest, Budapestet látni. De most említetted Dobrevet, talán még ő az a, a legdörzsöltebb, aki most is figyeltem készülve a vlogra, hogy, hogy miket, hogyan beszél. az, az, a, az a kedvesség, ami, amit próbál így közvetíteni az emberek felé, és eddig ez nem jött be, és nagyon remélem, hogy nem is fog, de őt, öt veszélyesnek tartom. És Feri láthatóan a háttérbe állt, hogy, hogy, a feleségét felépítsék, és ebben van is, van is veszély. Talán pont azért, mert az emberek már nem vevők az ilyen átverésekre, meg valahogy Dobrev Klárából árad egy gonoszság. Én láttam, mikor egy sajtótájékoztatón voltunk Kálmán Olgával. Na hát Kálmán Olga és Dobrev együtt voltak, és Kálmán Olga egy kedves embernek tűnt mellette. Az gyönyörű. Pedig azért belőle is úgy árad valami. De a Dobrev, de hogy kit nevezzek meg? Nem. Vagy, vagy egy ismeretlen. Uh -huh. De az, az, még nem tudom, hogy hol lehet, meg melyik pártból bújhat elő, ha egyáltalán pártból bújik elő, de egy ilyen népharagos időszakban az egy, az egy veszélyes dolog különben. Donát Annát nem érzed -e annak, amikor nemzetközi harapófogóba kerülhetne ez az ország. Új generáció, világot látott, nyelveket beszél, csinos, ö, akár meg tudná szólítani a 20-as, 30-as réteget itthon. Látjuk, hogy Momentum színben nem tudta, de mint karakter, akit fölépítenek. Az látszik, hogy ő is készül megépíteni. És, és látszik, hogy változtatott is valamennyit a stílusán, mert belőle is egy olyan flegma lenéző stílus áradt, ami nem volt nyerő, de most most ugye ezeket próbálja ő is erősíteni, hogy, hogy le kell számolni az eddigiekkel, a baloldalon, meg az ellenzéknél újat felépíteni. Látszik, én valahogy mégsem érzem benne. Uh -huh. ott, ott, lehet a dobogón, de remélem nem cáfol rám a sors, de én azt mondom, hogy, hogy ez is ki fog pukkadni. Térjünk vissza Gergő Jakab Péterre egy kicsit, annál is inkább, mert egy új pártot hozott létre, vagy mozgalom, most nem tudom pontosan mi a a megnevezés. A parlamentben ott ül független képviselőként. Nem tudom, hogy most mi lesz ennek a mandátumnak a sorsa, mert a jobbik presszionálja őt, hogy adja vissza. A néppártyán mozgalom életre kelt, gyűjti a követőit, akik nyilvánvalóan Jakab Péter szimpatizánsok. Kik ezek az emberek szerinted? Ezek volt jobbikosok, ö, régi régi komcsik, szocik, akik épp nem a DK-ban találták meg az érvényesülést, hanem egy, egy másik hang mellett találták meg az érvényesülést, és hova lehet ezzel az emberrel jutni, azt gondolom, hogy ez egy egyszemélyes projekt, mamuszos ide vagy oda. Ez az ember, aki, aki egy telivér csődörnek hitte magát valószínű a pásztorórák alatt az ágyban, az ugyanezt a politikai placon is elhitte magáról, és hisz egyfajta személyes varázsban, ami biztos, hogy van, és nem tudom, hányszor szoktál oda tévedni a komment szekcióba, Jakab alá. ott valami félelmetes, ami történik. Én néha beírok, pár napja azt a stílust vettem fel, hogy, hogy beállok közéjük, és, és folyamatosan kérdezem a Petit, hogy mikor indulunk, mikor megyünk, megyünk utánat Peti, de nyilván ő nem válaszol erre, de a követői viszont nagyon sokszor nekem is elhiszik, hogy van megint, aki népfelkelést vizionál, de valahol ijesztő, amit ott látni. Ijesztő főleg azért, mert Jakab Péter talán lehetett volna egy kicsit más is. Elindulhatott volna más irányba, viszont ahova ment, a... és akkor itt rá is térek, de hogy... De mikor, kikörül? Gergő? Amikor a beszéd alatt... Ami... Amikor tanárnak ment. Talán ja, amikor tanárnak. Hát... Ne, hát az az már... Az már vége volt. Tehát ott, ott látszott, hogy ő egy elftelen alak, aki ha kell, akkor akkor kartlendít, és cigányozik, és zsidózik, és akkor megszólítja azt a néhány embert, mert akkor is csak azt a néhány embert, és direkt nem fog jelzőket mondani azokra az emberekre. És most is ugyanott tart, de ebbe az irányba csak ez, most úgy kinőtte magát. És most már a saját játszótere, de ez a játszótér, ez egy, ez egy bezárt kis dolog. És direkt megszoktam nézni ezeket a videókat, mert mostanában ugye meghívják ilyen lakásfórumok, meg ilyenek vannak, és olyan emberekkel beszélget, akik láthatóan nem olyan vannak képben a világ történéseivel, és nézve azt a néhány ilyen, voltak ilyen szittyapólósok is, tehát szerintem itt nem, nem, nem feltétlenül a szoci meg a komcsik, hanem a régi jobbiknak az a... A csalódott jobbikos? Igen, de az a, az a szárnya, aki úgy megmaradt szélsőséges, csak nem tudja miért, azok, azok úgy oda vetődtek hozzá azokkal, akik ilyen nagyon kiábrándultak. És senkiben nem hisznek, de itt van Peti, aki a néppártyán áll, és erre mindig van vevő, de ez az 5%-ot nem szokta elérni ez a csapat. Vannak ilyen, ilyen fellendülések, de szerintem a Jakabnál még ennyi sem lesz, mert ezek az emberek, ezek addig lesznek ott, amíg hörög, nagyon jó, nagyon jó, de Peti nem fog tudni semmit csinálni. És innentől kezdve ő is csak egy lesz azok közül, akik megígértek mindent, meg haragot, meg hogy ő majd megmondja a döbröginek, meg a többi hülyeség, és mit ér el vele? semmit. Ezt, hogy ez a 1-2 százalék neki, hát az egyik beszélgetésben valami egy gazda volt, talán nem is tudom kicsoda, és az azt mondta őszintén, most már itt van a szeptember, valami és mondhat, hogy szeptemberben az ország fele éhezni fog, ezt hidd el, Peti. Igen, ebben. Szóval egy ilyen beszélgetésből akkor hova jutunk? a magyar társadalmat ennyire hülyének nézi, és most is, most valami kecske is jut, tenyésztővel beszélt, őt hergelte, az is óriási volt, és én semmi más nem látok ebből, csak azt, hogy, hogy együtt üljünk le egy kocsmaasztalnál, és szídjük a rendszert, és ennyi, és kész, és kifogyott. Négyből négy zacsi az ellenzéknek egymás után. Miben, miben és mivel lehet ébernek tartani a jobb oldali szavazóközönséget, miben lehet őket mobilizálni, hogy ne az elkényelmesedés jöjjön el. Most egy jobb eredmény született, mint négy évvel ezelőtt. Lehet, hogy ez pont az összefogás, az ellenzéki összefogás hozta el a, a fideszesekben, és azok a jóléti intézkedések, amik egyébként széles társadalmi rétegek életét igyekeztek javítani. De egyértelmű, hogy ez egy olyan példanélküli, egy történő kormányzás, a világban példa nélküli, amiben mindig ott van a veszély, hogy a szavazó fog elkényelmesedni. Hogy érzed, mivel lehet ö, ezt, a, ezt, a, pesgést, ezt az éberséget fenntartani, vagy nem kell ezen gondolkodni, mert a körülöttünk, a határainkon túli világ gondoskodik arról, hogy, hogy ez együtt maradjon ez a bázis ez kulcskérdés. És nagyon sokszor szerintem mostanában odáig jutunk, hogy, hogy így mondjuk, hogy nem szabad elkényelmesedni. De amit a végén mondtál, az lesz szerintem a válasz, hogy, hogy a világ el fogja dönteni, hogy, hogy mi fog itt történni, és ez szerintem mobilizálni fogja az embereket. Visszatérve azért erre a győzelemre, valamennyire csalóka, mert szerintem erre a, a Fidesz sem számított, hogy ebből ekkora győzelem lesz. És nem csak azért, mert a közvéleménykutatók össze-vissza beszéltek, meg a szokásos, mint amit 2002-ben csináltak, hogy túlmérték, hogy akkor ne menjenek annyian elszavazni. Most nagyon sokan láthatóan olyanok is elmentek, ahogy erről már beszéltünk, akik nem elkötelezett Fidesz szavazók, Igen. vagy nem szoktak szavazni, de én tényleg rengetegről hallottam, aki azt mondta, hogy hát nehogy ezek jöjjenek, mert egyrészt háború, meg a többi. Ha az ellenzék ugyanilyen marad, akkor egyrészt van esély arra, hogy az ember elkényelmesedjen, másrészt meg annyira nem tudják megszólítani az embereket, és tolják el maguktól, hogy ez meg ennek ellentmond. De azért nehéz válaszolni erre az elkényelmesedése, mert most mit mondjunk erre, hogy hogy tartsuk szárazon a puskaport, egy nagy üres fázist. Szerintem az a lényeg, hogy mindenki legyen észnél, és ne felejtse el azt, hogy hogy milyen, mik az alternatívek hogyha elkényelmesedik, és azt mondja, hogy vagy nem megyek el, vagy nem foglalkozom ezzel, akkor gondoljon a saját, vagy a gyerekei jövőre, jövőjére, mert látva a, a gyurcsányokat, a kabokat, akkor ő tulajdonképpen ezt választja. Ez az elkényelmesedés ellen talán egy jó módszer. Az utolsó két kérdést kapott meg, ez a két kérdés a bezzekben állandó, mindenki megkapja. Azért született, már unják a nézőink, hallgatóink, hogy az a vád, hogy mi propagandisták a Fidesz ánuszában élünk, Ö, nem. Nekünk is vannak kritikai észrevételeink, úgyhogy a két kérdés a következő. Gergő nevez meg olyan kormányzati intézkedést, ami szerinted nem sült el jól, vagy olyat, ami még meg sem született, de marhára égető lenne, hogy megszülessen, és ebben hiányérzeted van a Fidesz politikáját tekintve. A második kérdés pedig az, hogy nevez meg olyan Kollégát, közéleti személyiséget rád bízom. Erezd el a fantáziádat a túloldalon, a barikád túloldalán, akivel bár nem értesz egyet a világ dolgairól, de tiszteled a munkásságát, mindig elolvasod, meghallgatod, megnézed őt. Kezdem a második kérdéssel. Nagyon sokat böngészve. Van egy-kettő, de én, én most rónai egont emelném ki valami miatt, mert azt látom, hogy bár láthatóan nem értünk egyet fölteszi azokat a kérdéseket a baloldali politikusoknak, amitől néhányan például Cseh Katalin csak így nyökög meg nyekeg. És egyértelműen. És, és belekérdez, és nekem, nekem, ez, ez szimpatikus. Még hogyha nagyon sokszor alá is kérdez, engedjük meg neki. Én azt mondom, hogy ő korábban sportriporter Igen. volt. És ahhoz képest, én az ellenzéki térféren egy, nagyon komoly, tehát szakmailag is láthatóan képben van, egy olyan ember, aki, azt mondom, hogy én tisztelem a munkásságát. Tovább menve, kellene még valakit mondani? Rád bízom. Hát akkor én most nem mondok mást, értelem. Egonnál Oké. Okay. megmaradunk. Egyébként szerintem egyetértek ezzel, és sokan egyetértünk ezzel. Ja, szerintem olyat emeltem ki, akit, akivel sokan egyet tudnak érteni. Így hirtelen most nem is jutott eszembe más. Talán a független objektív Kálmán Olga. Na. <laughs> na jó, nem. Azért a maradék eszem nem ne menjen el. Az intézkedésekkel kapcsolatban, na most ez is egy jó kérdés. De mondhatsz Az... hogy is, ami stratégia volt és megbukott szerinted. Bármit. Uh -huh. De a az utóbbi 12 évből. Azt is rád bízom. Vagy, vagy inkább nem, a ami, ami neked egy hiányérzet és úgy érzed az ellenszúrról. Uh -huh. Hát ebből látszik, hogy a műsor végét nem néztem meg. <gül> <gül> Arra emlékszem, hogy a, a, ami nekem is úgy felkapta még régen a fejemet, az a netadós történet volt. Ha? Akkor, akkor tudom, hogy az, az láthatóan egy elhibázott dolog volt és aztán az, az meg is változott. Sokan mondják most a, az energiaválsága kapcsolatban, hogy... A kommunikációt? A kommunikációt, igen, hogy, hogy, még a választások előtt beígértek mindent, hogy megvédik a magyar embereket, és lehet, hogy itt a kommunikáció egy kicsit elcsúszott. Mégis, bár most a propagandistát erősítem ezzel, mégis azt mondom, hogy, hogy ez megvalósult amúgy mert ha megnézzük Európát, azért máshol nincsen ilyen, hogy így megvédik az embereket, ráadásul külső kényszer alapján, de én ott azt mondom, hogy ott egy kicsit össze-vissza mentek a, a, a médiumokban, akár a jobboldali médiumokban is az információk, hogy mi mennyi lesz, mennyivel kell többet fizetni, hol, és szerintem az okozott egy kis kavalkádot, és megijedtek az emberek, szerintem most kezdenek majd megnyugodni, ahogy látom itt talán az első számláknál, bár nem mindenki, ezen egy kicsit gondolkoznék, akkor, akkor lehet, hogy még eszembe jutna valami, de hirtelen most ez jutott eszembe. Köszönöm szépen a válaszaidat. Szabó Gergő volt a mai Bezzeg vendége. Köszönöm és a köszön. Karc rádió hallgatóinak a figyelmet, és a YouTube csatorna nézőinek is a figyelmet. Lentulai Krisztiánt látták, hallották. Egy hét múlva ismét találkozunk. Sziasztok, viszontlátásra, viszonthallásra.